Barabás Rihártelt a vendégünk. Jó reggelt, üdvözlöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Mindenkinek. Hát ha már így elkezdtük a lapszemlét, Magyar Nemzet tehát arról ír, hogy Karácsony Gergelyt nem lehet elérni, napok óta pártársai sem tudják elérni, egyáltalán nem lehet tudni, hogy mi lesz a parkolási ügyben, mert hogy ingyenesnek kellene lennie az önkormányzati határozat szerint, de senki nem tudja, hogy valóban hogyan fog működni. Tehát az egész cikk arról szól, hogy nem, hogy főpolgármester jelöltnek nem annyira alkalmas, még kerületi polgármesternek sem. Elindult a politikai kampány, nincs mese. Az is egyértelműen látszik, hogy Tarlós István az összes utóbbi megszólalásában csak Karácsony Gergelyről beszél, de most már egészen fanatikus módjára rá van állva. De még kiről kellene beszélni, hogyha az ellenzék részéről eljelölt? Beszélhetne például Budapestről is, meg arról, hogy mit nem csinált meg az elmúlt 9 évvel. Bár tulajdonképpen igaza van, erről is elkezdett beszélni. Hirtelen, mint egy rossz tanuló, akit szembesítenek májusban azzal, hogy bukásra áll, így elkezdett arról beszélni, hogy kéne írni valami röbb dolgozatot, ami majd így felhúzza a jegyeket. Tarlós István ugyanezt csinálja. Megjegyzem, 2017-ben még arról beszélt, nem szó szerint idézem, például a metró légkondicionálása kapcsán, hogy az egy ilyen, miért beszélünk erről, az egy ilyen, nem huncutságot mondott, nem ezt mondtam. Hát minden, az volt a tartalom, hogy az egy ilyen luxus. Az egy ilyen luxus, amire semmi szükség nincsen. Ehhez képest most hirtelen elkezdett arról beszélni, hogy a város még fizessen azért, hogy tegyünk légkondicionálókat a metróba, ahelyett egyébként, hogy az oroszokkal kényszerítenék ki, hogy építsék be azt is. Miközben pontosan tudjuk, hogy Tarlós István lelkesen asszisztált ahhoz, hogy az egész metró biznisz, ami nagyon csúnya nemzetközi jogokat sértő biznisz volt, hiszen valójában ezek nem felújított, hanem inkább kicserélt metrókocsik, és az Oroszországból érkeztek be, ami ugye sérti az oroszok ellen bevezetett gazdasági szankciókat, ez csak így a nemzetközi politikai részére mondom. Tarlós István lelkesen asszisztált ehhez az ügylethez, akkor érdekes módon nem volt képes képviselni a budapestiek érdekeit, Karácsony Gergely viszont azt szeretné képviselni, Karácsony Gergelyel együtt a budapestiek érdekeit szeretné képviselni, ezért akarjuk megépíteni a csepeli nagyerdőt, ezért akarjuk csökkenteni a éves bérletek árát, ezért szeretnék rendezni a lakhatás kérdését. Erre mondaná ezt a kormány, hogy tudja maguknak, nem jó semmi. Ez hogyha most meg végre lesz a 3-as metró szerelvényein légkondicionálás, hogy ezzel most tényleg, hogy mi a problémájuk, azt nem tudjuk. Hát, Kárász úr, hadd mondjuk egy példát, mondjuk ön felújítja a házát, vagy a lakását. Igen. És az történik, hogy aki a vízvezeték rendszert újítja fel, nem szereli be a WC kagylókat, ez így kimarad. És akkor ön felhívja a WC, azt mondja először, most Tarlós Istvánt játssza ellen ebben az érdekes példában, hogy hát tulajdonképpen nincs semmi szükség azokra a WC kagylókra. Hát minek? Hát ez luxus dolog, ki lehet menni, ott az erdő, a jó, ez szerintem hülyeség. Teljesen jó, és aztán felhívja, és azt mondja a szakit, aki egyébként nem szerelte be, hogy fizetnék még adófizetői pénzből, hogy be legyen szerelve az a WC. Ez nem jó volt ez a hasonlat. Hát pontosan ez történik, hogy van valami, hogy szükség van a klímakatasztrófa idején, pláne szükség van arra, hogy a metrókat légkondicionáljuk, különben elviselhetetlen a hőség, maga Karácsony Gergely miért. Szerintem nem volt jó a hasonlat, de ezzel most ne vitatkozzunk, menjünk tovább. Rossz kedve van ma, Kárász úr. Nem, egyáltalán nagyon jó a kedvem. Parádésan jó. Abszolút így van. Még hagyd térjek erre vissza, ugye az egyébként tényleg valóban érthető, hogy Tarlós István miért ne támadná Karácsony Gergelyt, hiszen oda-vissza is, hát ez egy politikai harc, ugye, önkormányzati választás lesz mindjárt. Az egyik fontos érve Tarlós Istvánnak Karácsony Gergellyel szemben az egyébként ugye az, hogy ő nem gondolja azt, hogy Orbán Viktornál egy ellenzéki politikus többet tudna elérni nála. Ezt ugye, hogyha a politikai logikát nézzük, azért ebben lehet ráció. Ha megnézzük, ugye Tarlós István Orbán Viktorral megállapodott 15 pontban, ami komoly milliárdokat jelent egyébként a fővárosnak. Ebben nem lehet ráció, amit ő mond, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga lenne egy ellenzéki főpolgármesternek. Hú, hát én azt igazság, hogy zavarban vagyok, amikor arról van szó, hogy Tarlós István mit tudott elérni a kormánynál, mert azért olyan túl sok mindent nem. És ellenzéki főpolgármester... Most például az egységes parkolási rendszer bevezetés. És nagyon is úgy tűnik, hogy el tudta érni. Erről egy ígéret jelent meg tegnap. Egyébként az egységes parkolási rendszert Karácsony Gergely körülbelül fél éve mondja, vagy még régebb óta, hogy be kellene vezetni, ahogy a metró klimatizálását is mondja. Nem lepődnék meg, hogyha Tarlós István így az utolsó egy-két hétre azt is mondaná, hogy Csepelen meg Nagyerdőt kell telepíteni, mert kevés a zöld felület. Tök jó, hogy a regnáló polgármesternek ezek az ötletek tetszenek, csak az a helyzet, hogy van egy nagyon érdekes dolog itt. 9 éve ő a főpolgármester. Ezeket meg lehetett volna csinálni, tehát hogyha annyira sikeresen lobbizik a magyar kormánynál és Orbán Viktornál, akkor ezt meg tudta volna csinálni. Ez az első. A másik pedig az, hogy milyen dolog, hogy Orbán Viktor
engedélyt ad a fővárosnak, hogy egységesítse a parkolási rendet. Hát bocsánat, kérek, mi pontosan olyan főváros szeretnénk, ami kiáll a saját érdekei mellett, a saját polgárai mellett, és aki nem a kormány kegyeltje, és egy ellenzéki főpolgármester pontosan azt tudja csinálni, hogy nyílt színi politikai konfrontációt végez a kormánnyal szemben, mert azt mondja, hogy én a budapestiek érdekeit képviselem, és az a helyzet, hogy Budapesten egyébként elég sok Fidesz szavazó él. Tehát, hogyha a budapesti infrastruktúrát vagy a szolgáltatásokat a kormányzat szándékosan blokkolja, az bizony jelentős Fidesz szavazó elvesztését jelenti, és nem azokról a Fidesz szavazókról beszélünk, akik csak M1-et néznek és félnek egy faluban a migránsoktól, nem róluk beszélgetünk, hanem tájékozott, politikát követő, politikát aktívan fogyasztó választópolgároktól beszélünk, Judit, akik bizony kritikusak tudnak lenni a kormányhoz szemben is. Megkérem Judit kollégámat, hogy ezért cáfolja meg némiképp Barabás urat. A tekintetben, hogy ő igenis vállalta a konfrontációt, nem egyszer. Igen, több olyan téma van, illetve amit ért el, tehát azért ez a 15 pontos megállapodás, igaz, hogy akkor a parkolást Orbán Viktor kérésére kivették belőle, de az nagyjából ilyen 100 milliárd forintot jelent egyébként. Na jó, de a kormány által támogatott beruházások jelentős része egyébként például kiemelt kormányzati beruházás. Gondolok itt például mondjuk egy saját kerületi példát, a szuperkórház megépítésére Újbudára. Ezek kiemelt kormányzati projektek, amelyek nem fejlődnek, nem a város, sok esetben nem a város fejlesztését szolgálják, nem a város érdekeinek megfelelően kerülnek. Hát, ha van egy budapesti csúcs szuperkórház, azért az nyilvánvalóan jó a budapestieknek. Persze, csak nem oda és nem ott. És nem úgy. Tehát az a helyzet, hogy nincs olyan élő ember, aki azt mondja, hogy egy szuperkórház megépítése egyébként rossz dolog lenne, bár megjegyzem, hogy van számtalan olyan kórház, amely úgy néz ki, mintha nem is tudom, a Csernobil című filmből valamelyik forgatási helyszín lenne, és életveszélyes belemenni. Vannak Budapesten ilyen kórházak is, azokra érdekes módon nincsen pénz, tehát az aránytalanság is az, hogy vajon, hogy erre szóltak hírek, hogy milyen fideszes tulajdoni körökben volt az ingatlan, amire ezt a szuperkórházat építik. Tehát az, hogy a beruházások nem a valódi budapestiek érdekeit szolgálják, és az, hogy ezek a beruházások ráadásul nem épülnek szervesen Budapest fejlesztésében, hanem adhok módon a fideszes üzleti érdekeket szolgálják, az szerintem nem főpolgármesteri előny, az pontosan azt mutatja, hogy Tarlós István aláfekszik ezeknek a fideszes üzleti érdekeknek. Dehogy is fekszik alá. Hát ezekről képletesen a vitákról, értettem, Kárász úr, képletesen. Ezekről a vitákról fognak szólni Judit, nyilván a következő hónapok, hogy teljesen érthető egy önkormányzati választás előtt, és akkor ha... Megkérlek, hogy ismertest. Igen, azonnal ismertettem is. Ha igaz a Népszava információja, ők egyébként kormányközeli politikusokra hivatkoznak, lehet, hogy tudjuk már az önkormányzati választás időpontját, október 13-a. Tehát ugye törvény szerint hivatalosan az első időpont október 6-a lehetne, de ugye nemzeti ünnepen nem szoktuk, úgyhogy valószínűleg október 13-a lesz ez a nap. Hát mi készen állunk, akármelyik nap is lesz, az október 13-a különösen jónak tűnik. És ja, volt egy nagyon érdekes dolog, mert Tarlós Istvánnak igaza volt az interjújában, amit adott, én is azt a bölcsességet találtam mondani Tarlós úr, hogy Budapestet vagy én vezetem, vagy nem. Hát mi az utóbbira? Ugye mi a durva, hogy azzal kezdte a beszélgetését, hogy Tarlós István csak Karácsony Gergelyről mesél meg, vagy beszél meg, mit tudom, hát maga meg egyfajtában Tarlós Istvánról. De hát ez a világ legtermészetesebb. Persze, hát egy politikus. Egymással szemben álló politikai feleknek önkormányzati választási kampányban. Hát lássuk be. Gyerekek, én azt mondom, ez legyen az utolsó mondat itt ennél a blokknál, hogy legyen légkondi a 3-as metróba, és kövessük Bécs példáját, hogy ne csak légkondi legyen, hanem legyen illatosított. Budapesti bérlet. Ott már van illatosított metrószerelvény is. Oh, az is fontos, de az olcsó bérlet szerintem még fontosabb.